Szevasztok, megint bejelentkezünk 8 óra van, Száid vagyok, tudom, hogy nézel a kérdés, hogy látsz-e. Itt vagyunk Pécs városában, egészen konkrétan a Kazinci meg a Kiány sarkánál, itt vagyunk egy kis helyszínen, ahol nem sokára fellépésünk lesz. Kezdett fia, így nélkül lesz egy kis koncertünk, lakáskoncert, Eger után most itt egy lépcsőkoncert lesz, ilyen se volt még. Itt vagyunk Pécs, tegnap este érkeztünk meg, körülbelül nagyon jót kajáltunk, leparkoltuk a kis kempingünkben Diffet. Tegnap, ha néztétek az éli adást, akkor láthattátok, hogy hogyan is szoktunk leparkolni a kempingbe. Előtte Kaposvár volt, Mucsi Kristóffal megnézegettük, hogy milyen trükköket szoktak bevetni a színészek, hogy kiharcoljanak maguknak egy szabadrugást, hogy hogyan tudják húzni az időt. Itt vagyunk Pécs, azt szavaztátok meg, hogy mit is szavaztunk meg? Ausztria lesz? Ausztrián keresztül fogjuk elhagyni az országot, nem Szlovénia és nem Horvátország, rajtatok múlik minden ebben a játékban. Aki nem tudja, hogy miért az egész, de már reméljük, hogy tudjátok, a Pepsi Hungry oldalán tudjátok követni és tudtok szavazni folyamatosan a három emotikonnal, lájkommal, szívecskével, meg a hűhával, hogy mi történjen velem és a kis csapatommal. Itt gyorsan az ellen is meg is ragadom az alkalmat, hogyha megkapom, hogy mik a lehetőségek a szavazásra. Majd a lájkom. Majd szignózzuk ezt is. Úgyhogy holnap Ausztria van, ez mérten a három lehetőség, amire szavazhatok. Holnap este 6-ig tudtok szavazni a videó alatt. Azt mondja, hogy ha a like gombot nyomjátok meg a legtöbben, akkor alpesi foci lesz Hallstattban. Az mi az, hogy alpesi foci? Hát szerintem az, hogy ugye lejt maga a hegy, és elég nehéz, mert mindig egy oldalra gurul a labda. Ja, akkor nem az, hogy hóban, hanem hogy lejtős pálya. Hát szerintem igen. Lejtős pálya. Jó, érdekes, hogyha a szív emotikon nyomjátok meg a legtöbben, akkor slammelni fogok egy helyi zenésszel Salzburgban, vagy szeretnék valamelyik. Jó, és hogyha kis meglepődött fejet nyomjátok meg, hűvának szoktok ezt nevezni, akkor részt veszek egy torta sütő versenyen Olivierrel. Hát nem tudom miért, az a foci labda sütit fogunk csinálni. Biztos torta fejem van nekem. Jó. Lényeg, hogy holnap este 6-ig tudtok szavazni. Most, hogyha kommenteltek az élő adás alatt, akkor mi élőben tudunk elválaszolni, bármilyen kérdést feltesztek. Később azért utána megnézzük, hogyha még bármi ilyesmit beírogattok. És akkor tudunk el reagálni, akár élő adásban, vagy az visszavágott videókban. Összefoglalunk az ma fog kiterülni, ha jól tudom. Ma lesz megint egy összefoglaló videónk az előző napoknak az eseményeiből, és holnap este 8-ig találkozunk, ahogy pontban szokott lenni. DJ Arnold a mai vendégem és segítségem, hogyha megnézzük ott fönt már a fekete lemezeket, sikálgatja szépen. Végtelenített verzióban megy a zenebuddhizmus így körbe-körbe a Kazinci és a Király sarkán. Hogyha nézitek az élőadást és pécsiek vagytok, akkor még egy szűk fél órátok van idején, hogy megnézzétek a lépcsőkoncertet. Van egy olyan kérdésünk, hogy mivel most már elhagytuk az országot és végig szágultunk Európán és meglátogatunk különböző helyszíneket, hogy ti melyik foci fellegvárra mennétek el legszívesebben is, miért? Ez is kérdés, esetleg valami komment van már, Roli? Így van, be is csatlakozom hozzá, de egy másodperc. Igen, azt láttam, még az elején érkezett az a dolog, hogy van-e felvétel Deep bandájában. Felvétel? Hát gondolom szeretnéne csatlakozni, mondjuk hely nincsen, de... Hát ugye a keréknyomon még lehet jönni. Tényleg, hát már így is nagyon szűkösen vagyunk, ki szoktuk nyomni még a sátrat is a kempingben, hogy kicsit kényelmesebben legyünk. De mondjuk, ha egy karaván elindulhatna a végén 80 autó megy a végén. Hát úgy lehet, igen. Lehet, hogy még ha most nézitek először, egyébként az egész arról szól, hogy megye három meccstől, elmegyünk egészen a Bajnokok Ligája döntőjéig, és meg fogjuk nézni a döntőt, és szurkolunk szépen mindkét csapatnak, legyen egy jó meccs. Azt, hogy milyen napotok volt, mi volt a legjobb a mában? Mai nap azt szavaztátok meg, és azért az is történt, hogy egy ismert vírus videót forgattunk le, ami focival kapcsolatos, még szettem is lett elég hasonló, reméljük, hogy jól sikerült, és akkor felismeritek. Elég sok meló van benne, jó, szóval értékeljétek meg a végeredményt, mert hogy
hogy nem elsőre sikerült minden negyedik az egészen. Negyedikre sikerült azt hiszem. Bevallásunk szerint. Negyedik órára. Igen, itt érkezik a komment közben. Igen, lehet. Felmentünk, gyönyörű kilátás volt Pécs városára, ott nyomulgattuk és megpróbáltuk reprodukálni ezt a videót. Tényleg remélem, hogy felismeritek, hogyha nem, lehet mondjuk azt is beírnátok, hogy melyiket láttátok volna legszívesebben, még az is lehet, hogy be fogunk forgatni később. Önszántunkból is valami ilyesmit. Aha, neked érkezett még olyan, hogy Szeid, mennyire vagy otthon a graf témában? Graf témában? Hát én még amikor gimnáziumban voltam, akkor írtam azt, hogy Biz, a Bismarcki miatt, mert nem tudtam más kitalálni, ez körülbelül egy ilyen két hétig tartott, és utána feladtam, mert rájöttem, hogy ehhez nekem nincsen tehetségem, de azért úgy képben vagyok, Európa szinten elég jók vagyunk már nagyon régóta, úgyhogy persze, minden négy elemmel azért nagyjából képben vagyok. Például a b-boyok fönn vannak a falon itt Pécs városában. Na figyelj, itt érkezett még, hogy mikor lesz olyan küldetés, hogy Szeid próbálja ki milyen egy fotbalsztár élete, próbáljunk egy ilyen luxuskocsit, meg nyomuljon modellekkel, mikor, top modellekkel. Mikor lesz az a rész rendezőt, kérdezem, hogy luxus autók top elég modellekkel. Ezt mondjuk beleírnám én is, megmondom őszintén, csak nézném, az is jó nekünk. Jó, hát én elég szeretném. Elég jól haladunk, úton vagyunk afelé, hogy ilyen legyen. Lóli Gyurika is bejelentkezett innen is, csókolatok. A kajak visszafelé is, kajak, nem tudom, tudjátok-e? Van még ott valami esetleg? Pécs folyá, meddig fogunk bulizni ma? Hát meglátjuk, az a baj, holnap nagyon korán indulunk, de nem gondolom azt, hogy egyből le kéne lépni innen, sőt. Hát egy kicsit még azért itt vagyunk, de holnap tényleg korán indulás van Ausztria felé, hogy be tudjuk adni a feladatokat, úgyhogy itt vagyunk még. Szerintem elég időt beszéltünk ahhoz, hogy tudjátok, hogy nem sokára kezdünk. Ha még nagyon közel laktok itt a Kazinci királysághoz, akkor leértek, nem sokára lépcsőn koncert van. Szombati közös edzés, nem nyertük a rangadót. Ez ki? Ki az a Bence? Velünk volt, Erdély Bence velünk volt. Aha, hát a kapus. Ugye, a kapus. Hát tényleg. Bence beírta, megnyerték. Tényleg. Kapusként adott gólpaszt a Bence. De nagy. De és pont erről kérdeztem egyébként, hogy ez mennyire szokott megengedett lenni, hogy a kapus igen. Kimegy és ilyen önkényesen volt lő. Bencétől tanultam meg kapusnak lenni. Azért ment szét a combom egy kicsit, és a mai nap folyamán, amikor épp regenerálódtam volna, akkor egy kicsit még rátettünk egy lapáttal, már kemény volt a vírus videó forgatása is. Nem tudom, hogy lesz összevágva az anyag, de le volt egy kis szentségerés, de a végeredmény biztos nagyon jó lesz. Jó, hát itt úgy tűnik voltunk. Azt mondja, sütés. Hogy süt... Hát ez egy tortajel? Mi ez? Igen, hogy a tortasütés jó lesz. Hát meglátjuk. Elég sokan itt vagytok, még ha még gyorsan feltesztek egy-két kérdést, akkor arra válaszolunk, hogyha nem, akkor perciken belül elköszönünk. És mire is várunk ma, vagy mi is fog történni? Lépcsőkoncert. Elmondtam már egy formál lakáskoncert, de lépcsővel. Lépcsőkoncert, ez már gyűlnek a népek itt szépen, úgyhogy nem sokára belekezdünk. Úgyhogy szerintem most egy ilyen rövidebbre fogod dolgok, a zenebuszizus folyamatosan megy körbe-körbe. Úgyhogy elköszönünk, holnap este 8-kor égi adásban megint találkozhatok velünk. Pepsi Hungary oldalán követhettek minket, szavazatok, szépen lehet nyerni mindenféle dolgokat, hogyha szavaztok. Légcső koncert is lesz. Jaj, such a szópoén, igen. Meddig tart a buli, hát ez ilyen teljesen random van kitalálva, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyi tracket fogunk lenyomni, meg mennyire tudják a szöveget a többiek. Úgyhogy akkor most szerintem ebben a lendülettel el is köszönünk. Csók és ólom, holnap 8-kor találkozunk, szevasztok! Szevasztok!